A megállapodás értelmében a tanügyeseknek kifizetik a jubileumi díjakat és a végkielégítést. A tervezett béremelés mellett pedig a jövőben a fizetéseket a költségvetésbe befolyó összegektől függően növelik majd. Abban, hogy kompromisszum született, nagy szerepe volt a köztársasági békéltető ügynökségnek, amely vállalta a közvetítő szerepét a kormány és a szakszervezetek közötti tárgyalások során. A pedagógusok szakszervezeti uniója nem vett részt az egyeztetésen, képviselőik szerint, mert késve kaptak rá meghívót. Hozzáfűzték azonban, hogy elégedetlenek a megbeszéltekkel. Főbizottságuk holnap ülésezik, és hivatalosan akkor dönt a további lépésekről. Közben Leonardo Erdelyi, az unió elnöke ma azt nyilatkozta, hogy hétfőtől folytatják a sztrájkot, és kezdeményezik Zsarko Obradovics oktatási miniszter leváltását. Az unió elnöke komolytalannak minősítette a tegnapi protokoll aláírását, illetve a megfogalmazást, hogy csak akkor várható béremelés, ha a költségvetésbe folyamatosan pénz áramlik be. Tomislav Zsivánovics, a Függetlenség szakszervezet elnöke ma szintén közölte. Ők is a főbizottság holnapi ülésén mérlegelik, elfogadja-e tagságukat tegnap megbeszélteket vagy sem. Zsarko Obradovics oktatási miniszter a szerbiai tanítók téli találkozójának megnyitója után újságíróknak kijelentette. Az oktatásban dolgozók szakszervezetei és a kormány képviselői közötti kiegyezés, vagyis a sztrájk befejezésére vonatkozó döntés az állam és az ép ész győzelmét jelenti. Az álmatlanul töltött éjszaka után meggyőződésem, hogy Szerbia nyert, hiszen végül is mindenki megértette, hogy csak abból juttathatunk azonos részeket mindenkinek, amivel rendelkezünk. Meglátása szerint a szakszervezetek képviselőivel minden kérdésre kitértek, a kormány pedig az ország gazdasági mutatóitól függően teljesíti majd vállalt kötelezettségeit.